Öt mérkőzés óta nyeretlen a Nyíregyháza Spartakusz. Lengyel Roland irányításával két győzelemmel nyitott a Spari, azóta viszont három vereség és két döntetlen a csapat mérlege. A legutóbbi fordulóban Dorogon játszottak egy-egy a döntetlent a nyíregyháziak. A vezetőedző szerint az eredménytelenség egyik oka az, hogy sérülés miatt több kulcsjátékos is kiesett a keretből. Elvesztettük a Jova Leventét, elvesztettük a Gyurján Bencét, Gulyás Mátét, több sérülés, betegség hátráltatta a csapatot. Nem tudtuk megtalálni a csapaton belül az állandóságot. Néha nem is azon a poszton játszottak játékosok kényszer miatt. Igazából ezt tartjuk a legnagyobb problémának. 7-8 felnőtt játékosunk dőlt ki, ezt azt gondolom nem csak mi, hanem minden csapat megérezte volna. Valószínű ez az eredménytelenségnek az oka. Volt ennek is pozitív hozadéka, mivel így az akadémistáink szóhoz jutottak, tudtak játszani. Biztos jobb lett volna, hogyha a középmezőnyt vagy az elején helyezkedne el a csapat. Sokkal nyugodtabb légkör uralkodott volna, sokkal nyugodtabban lehetett volna játszani. Az NB2 tabelláját a 37 pontos Gyirmút vezeti, megelőzve a 35 pontos Zalaegerszeget. A 15 pontos Nyíregyháza 17. helyen várja a folytatást. Különösen nehéz a helyzetünk. Próbálunk mindent megtenni a héten annak érdekében, hogy kijavítsuk a hétvégi hibákat, és felkészüljünk a soron következő ellenfélből. Ez eddig kisebb-nagyobb sikerrel jött össze. Bízom benne, hogy a továbbiakban az hátralévő 4 meccsen pontokat tudunk szerezni. A Spari az őszi szezonban a Soroksár és a Mosonmagyaróvár ellen hazai környezetben, Gyirmúton és Kazincbarcikán pedig vendégként lép még pályára.